Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az érzést, amikor keresünk valamit, ami megnyugtató számunkra. Az utóbbi időben megvolt nálam ez a kívánság, vagy ez a vágy Szűz Mária energiáját érezni. És ahogy én rá gondoltam, így elfogott belülről ez a melegség. Különösen a szívem környékén. És így saját tapasztalatból mondhatom, ennek van egy megnyugtató hatása. És én biztos vagyok abban, hogy Szűz Máriának van gyógyító ereje is. És én úgy gondoltam, hogy az jó lenne, ha ti is éreznétek Szűz Mária energiáját, azt, hogy milyen helyzetben vagytok, mit kellene feladni, hogyan tovább. És ez legyen olyan Szűz Mária üzenet. És most megnézzük a képeken, mi az, amire oda kellene figyelned. Ez a kártya utal a jelenlegi helyzetedre. Az érmék utalnak anyagi dolgokra. Itt az az üzenet, hogy fogd kezedbe a pénzt, és jelen pillanatban ne költekezz, ne adj ki túl sokat. Amit még az érmék jelentenek, a pénzügyi dolgokon kívül, ez a munka. Ha azt szeretnéd, hogy legyen változás a munkádat illetően, itt légy még kicsit türelmes. De ahogy a hölgy mutatja ott a kezében, azért vedd kezedbe a dolgokat, és mutasd azt, amit te tudsz, a tehetségedet, a tudásodat, hiszen ezt is jelentik az érmék, mert utalnak belső értékekre is. Itt a hatos szám dominál, tehát hat érméről van szó. A hatos szám utal a múltra. Még van valami a múltból, vagy visszatér valaki a múltból, aki számodra értékes lehet. A képen látható két fa. Az egyik a hölgy háta mögött van, utal a múltra, a másik pedig ott van előtte, és utal a jövőre. Az egyik fán is három érem van, ami a múltra utal, a másik fán is három érem van, ami a jövőre utal, és ez a hármas szám azt jelenti, hogy valami vagy valaki befolyásol téged, vagy te kérnéd a tanácsot másoktól. Viszont ott van a kezedben a lehetőség. Te saját magad vedd kezedbe a dolgokat, és úgy legyen minden, ahogy te tervezed. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal a múltra. Mint ahogy az első képen láthattuk, hogy a hölgy mögött van egy fa, és azon terem három arany érem. Mivel ez a hölgy hátat fordít, utal a múltjára. És ennél a második kártyánál, ami szintén a múltra utal, megjelenik újra a hármas szám. Ezek külső befolyások. Természetesen lehet egy jó hatás is, de gyakran okoznak akadályokat. És a kardok azt jelentik ezen a képen, hogy vágd el ezeket a kapcsolatokat, beszélgetéseket, ne húzd úgy magad után, mert akkor megnehezíti a lépéseidet, hanem figyelj előre, amit ez a hölgy mutat. A kezében van egy bot és egy virág. Itt kivirágzik valami. Tehát ne arra hallgass, amit mások elvárnak tőled, hanem figyelj oda arra, amit te szeretnél elérni. És így sokkal könnyebb minden. A képen érezhető is a levegő eleme.
és így fog kivirágozni valami. És most megtekintjük a harmadik kártyát, és az utal a jövőre. Ez a kártya arra utal, hogy a múltban voltak viták vagy nézeteltérések, de itt rendeződik minden, hiszen ezen dolgoztok. Ez a kép utal az anyagiakra is, és a munkahelyre is, hiszen itt megjelennek az érmék. És ahogy látható, ez a férfi a képen szorgalmasan dolgozik, ez azt jelenti, ami a jövőtöket illeti, hogy szeptember hónaptól lesznek munkahelyi változások. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, itt meg lesznek a belső értékek. Előfordulhat, hogy mindketten szorgalmasan dolgoztok, és így kicsit kevesebb idő marad a szerelemre, de legyetek türelmesek, mert javulni fog a helyzet. És ezen dolgozol te, ezen dolgozik ő. Amit még jelenthet ez a kártya, egy közös munka, egy közös alkotó tevékenység. És mi várható a jövőben a szerelmi élet területén? Ezt mutatják az érmék, ez a föld elemét jelenti, és az reális dolgokra utal. Tehát itt kialakul valami, de azért légy türelmes, mert a siker, az eredmények, ez a boldogság úgy szeptember körül várható. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!